Annyi szó esett már arról, hogy ugye az olívaolaj mindennek az alapja a görög konyhában, hát ez nem csak a görögöknél van így, hanem Olaszországban is, úgyhogy érkezik hozzánk olívaolaj szakértőnk, Giuseppe Scaricamazza. Szia, Giuseppe! Szerintem a te nevedet sem mondtam még ki, a Giuseppén kívül. Giuseppén kívül, nem is nagyon szoktam. Igen. Hát szerintem veled 20 éve talán találkoztunk először. Közel, 15 biztosan. Igen, amikor megérkeztél a kis poharaiddal és az olívaolaj kollekcióddal, és elkezdtél mindenkivel olívaolajat kóstoltatni, és ezt a mai napig, ezt a jó szokásodat fenntartod. Tulajdonképpen igen, meg engem érdekelt elsősorban, én voltam elsősorban kíváncsi rá, aztán jött az, hogy jó, várjad, ezt meg kell mutatni. Igen. Akkor ennek, annak, amannak, aztán ugye összefutottunk Zsófival, és azóta is tart, az már igen, kb. Igen. Azóta már minden étteremben te lettél az olívaolaj beszállító, de szerintem még mindig érdemes arról beszélni, hogy mit kóstolunk egy olívaolajba? Tehát mi az, ami ugye mindenki igen. főz vele, ismerünk egy bizonyos ízt, de aztán itt ugyanúgy, mint a boroknál, elképesztő ízskála. Én például pont magamra nézve úgy kezdtem, hogy volt egy olaj, apám elhozta ugye a termelőtől, évente egyszer le volt tudva a téma. És egyszerűen megdöbbenve konstatáltam, hogy ja, hát van fa, sok fajta, sokféle termelő, sokféle fa, ugyanaz a fa átültetve máshova, más olajat fog csinálni, hogy fog termelni. És elkezdtem ezt így magamért kutatni, és utána megjött az, hogy jó, és akkor hogy kell kóstolni? Mit kell érezni benne? Akkor megvettem, úgy mint a Zsófi, a könyveket, mindent, amit az olajról szólt, mai napig egyébként meg szoktam venni. És még tudta ez újdonságot? Persze, mindig van. Hát például az, hogy hogy hallottam, hogy Krétáról volt szó, hogy mi régészeti leletek vannak több ezer év ezelőtt már, mindent tudtak. Más kérdés, hogy mondjuk egy öntöde mellett volt például az egyik helyen az olajprésház, nem véletlenül, hiszen ugye az öntödébe is használták az olajat. És ez a része most inkább ez szokott foglalkoztatni és szórakoztatni, hogy igen, hogy volt és hogy működött, de nyilván van egy csomó technológiai kérdés, ami szintén nagyon érdekes, de azt nem tudom alkalmazni sehogy. Tehát az, hogy most az adott gép hogy darálja, milyen mikrodarabokba, és a többi, az érdekel, de nem, nincs haszna, mert egyszerűen nincs olajprésháza. És te, hogyha már ilyen régóta kutatod az olívaolajat, mi az olívaolaj titka? Tehát miért járul hozzá ilyen mértékben ahhoz, hogy akik nagy mennyiségben hozzájutnak, egy sokkal minőségibb életet? Nyilván nem vagyok orvos, tehát ilyen szintben nem tudok pontosan választani, de viszont az a tapasztalat, hogy például nem ismert allergia az olívaolajra. És az orvostudomány nem ismer allergiát. Ez a második legemésztettebb zsiradék az ember számára, az anyatejben található zsír után. Tehát innentől kezdve felmerül a kérdés, hogy előbb jött a tyúk vagy a tojás, tehát hogy esetleg nem-e a mi fiziológiánk adaptálódott az évezredek során az ilyenfajta zsiradékokhoz, és nem fordítva. Úgyhogy ez az egyik. A másik az, hogy mérhető és kimutatható élettani hatásai vannak az olajnak. Nálam is jönnek olyan vevők, akik konkrétan az orvos fölírta nekik, hogy kanalazni kell a naponta X kanalat, mert tudjuk, hogy csökkenti például a rossz koleszterint a vérbe. Most nyilván ne azért kezdjenek mindenki otthon kanalazni, mert én mondom, de orvossal lehet erről beszélni, de ezek tények, tehát ez bizonyított. Na és akkor nézzük egy kicsit meg, mert nyilván nem fogjuk nyilván. Egészet végigkóstolni, de mutasd légy szíves egy-két olyan olajat, amiben meg lehet olyasmit lelni, vagy ismerni, ami igen. mondjuk jellegzetessége lehet egy ilyen vagy egy olyan olívaolaj. Igen, picit ide ülök. Akkor kezdjük azzal, hogy általában egy kóstoló a lágy olajtól a testes olajig, mint a boroknál is például szokták, úgyhogy én inkább elsősorban egy ilyen lágyabb olajat fogok neked mutatni, azt mondja, megkeresem, itt a... Amiről mit kell tudni, hogy akkor ezt... Hát ez például Róma mellett, Róma déli, Rómától délre csinálják, és ugye itt számít, hogy hogyan nyeri ki, de elsősorban az számít, hogy milyen fajtából készül. Vannak olyan olajak, ami egyfajta bogyóból készülnek, ez úgy hívják, hogy monokultivár, és vannak olyanok, ami blendek, tehát igen. keverik többfélét. Így van, abszolút. Sokat kölcsönöznek egymást, manapság meg technológiában is. Vannak már olívaolaj szomeliék? Van olyan étterem, ahol van kifejezetten egy olívaolaj szakértő? Azt nem tudom, de hogy létezik, mint műfaj, abszolút.
Abszolút. Sőt, vannak olyan éttermek, ahol konkrétan van étlap, tehát ugye olívolaj étlap, nyilván inkább fine diningban jellemző, de én már annak is örülök, ha mondjuk egy étteremben van 4-5 olaj kirakva, szépen tisztán, és ha vendég kér olajat, akkor igen, így van. És akkor mondjuk egy ilyen lágyabb olajat máshoz kínálnak, így van. Mint egy erőt. Működik az a párhuzam, hogy lágy, tehát könnyű ételhez, nem túl fűszeres ételhez lágy olaj, tehát mondjuk ezt például egy madársalátára lehet tudom képzelni, és ahogy megyünk föl a skálán és a testességbe, akkor egyre testesebb, erősebb, ott már igen, jobban kiemeli a keserű olaj, keserűsebb olaj, jobban kiemeli azokat a mostani szezonban, ami előttünk áll, sütött kesernyés zöldségek, fodros kelek, káposzták, ahhoz mondjuk milyen stílusú olívaolajat érdemes? Talán inkább egy közepes testes olaj. Nem túl lágy, de nem is azt a nagyon-nagyon erős csípőset, mert ugye attól is függ, hogy mit akarunk elérni. Érezni jobban az olajat, vagy például a fűszereket, mondjuk a sütötök, ha jól van fűszerezve, azért inkább a fűszerek fognak dominálni. Itt inkább neked kell eldönteni, hogy milyen irányba vigyük, hogy érezzük az olajat, vagy sem. Általában az olajnak össze kell fognia, össze kell karolnia. De azért jó, hogyha van egy kis... Én imádom, igen. Tehát én bármire, tehát csak az almára nem működik, ez neked rettenetes volt, amikor megkóstoltam. Na nézzük, de... hogy kell kóstolni, mert ugye ennek igen, van adok egy, neked is ennek egyet. Is egy módszere. Igen. Így van. Legalább egyet mutass. Így van. Először illatol. Így van, elsősorban szagoljuk meg. És itt lehet majd megérezni az, hogy például, hogy mennyire ez a vágott fű illat. Igen, ez a... Ami nagyon fontos, és sem illatban, sem ízben nem kéne, hogy érezzük, az a zavasság. Uh-huh. És az, mert az ugye kifejezetten azt jelenti, hogy öreg. Igen, az az egyik. De ez talán... a zöld fű így, igen. Az viszont olyan erőteljes tud lenni bizonyos olajoknál. Abszolút, és majd, ahogy megyünk fölfele, érezni fogod. A másik az, hogy azt hozzáteszem, hogy most éppen a szezon végén vagyunk, igen. Tehát az olajak már egy picit csendesebbek, nyugodtabbak. Ha január-februárban kóstolnánk, akkor gyakorlatilag nehéz lenne bizonyos tételeknél meghatározni, hogy melyik az erősebb és melyik a könnyebb. És ha nagyon szakszerűen akarjuk csinálni, akkor igen, elég hangos tud lenni. A lényeg az, hogy egy csepp olajat, így van, egy cseppet beveszünk a szágba, így. Ennyire? Nem hallom. Nem tudom, hogy elmondani. A lényeg az, hogy össze kell keverni. Levegővel. Így van, levegővel, és ugye mivel az aromát hátulról érezzük, akkor egy picit föl kell, hogy menjen. Most nyilván ez úgy mondom, a szakszerű igen. Kóstolás, de bőven elég az is, hogyha egy kis kanállal kóstoljuk, vagy egy ilyen kis igen. Pohárkába, vagy pedig egy darab kenyérre. A kenyér mindig beleszól az ízébe, de ha mindig ugyanazt a kenyeret használjuk az összes olajra, azért a különbséget érezni fogjuk, és talán egy picit közelebb áll hozzánk. Ezeknél a jobb olajoknál nagyon sokszor előfordul, hogy az ember rögtön így köhög. Így van. Hogyha így kóstoljuk, és egy testes olaj, hát akkor ki lehet köpni a lelkünket is. Én már jártam így a kiállításon. Akkor tartunk egyszer egy rendes olívaolaj kóstolót, mert sajnos itt most ennyi fért bele. Persze. Hogy megismerkedhettünk a témával, de biztos, hogy visszavárunk téged. Köszönöm szépen. Mert ugye erről se, mint ahogy minden érdekes témáról nem lehet eleget beszélni. Ez így van, köszönöm szépen.